Hello, hello mindenkinek, srácok, egy jobb videó készítem nektek, egy újabb újdonsággal, újabb Fortnite újdonság. Csapasz szét ezt a like-ot, iratkozz fel a csatornára, ha nem vagy feliratkozva, köszönöm szépen előre is. Srácok, egy olyan dologról fogunk beszélni, ami per pillanat még a Fortnite-ban és Fortnite világában mondjuk úgy, még titkos, oké? Még csak ki van likelve, még csak a Fortnite tulajdonosai tudták eddig. Eddig tudták, mert most már mindenki tudja őszintén. Kérkett a linket, megkapjátok a leírásban, olcsó eredeti játékokat tudjátok, hogy miről van szó. Pontosabban, hogy miről van szó, srácok, a Fortnite Season 7 kezdése után már dolgozik egy különleges beállításon. És nem grafikai beállítás, nem bármi beállítás, hanem egy elég jó beállítás, amit már várok, hogy bejöjjön, és szerintem nagyon hasznos, bármilyenféle szempontból, bármilyen, bárhogy is nézzük, 100% fontos. HypeX üteltek ki ezt a következő posztot, ugye fogunk beszélni róla. HypeX, hogyha nem tudod ki, az a legnagyobb leaker, a legnagyobb adatbányász Fortnite világában. Plusz, emellett még van egy-két, és ez 100% legit mondom, van egy-két olyan embere, aki a Fortnite-nál dolgozik. Oké, és titkos emberek nem fogják, és ő sem fogja kimondani szerintem, hogy kik azok, mert ki fogják rúgni onnan 100%-ba. Igen, a víz folyik le innen, mert rohadt meleg van, srácok, nem tudom, hogy hány fok van nálatok, itt 35 fok árnyékba, írjátok le kommentbe, hogy hány fok van. Oké, és mi az a különleges beállítás, amiről ez a Norbert, vagy a HypeX beszél? Különleges beállítás az azt jelenti, az adott pillanatban persze, hogy azon dolgoznak, hogy amikor te felveszel például bármilyen fiú, például gyere, tegyük fel, felveszel egy shotit, azt automatikusan az első slotra tegye. Például, oké, és én a shotit például az első szloton használom, azt ha felveszem, az elsőre rakja. Hogyha SMG-t veszek, és például én a beállításba berakom, hogy nézd meg, a shotit tegye az első szlotba, az SMG-t tegye a harmadik szlotba, illetve az AR tegye a második szlotba. És a heal-t meg stb. Utolsó szlotba, de azok már, az arra már van beállítás amúgy. De fegyókról beszélve, srácok, különleges, vagyis külön, neve, preferred slot item type. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha azt nézzük, hogy early game-be, hogyha lelandoltok és vesztek fel egy 3-4-5 fegyvert például, teszek fel csak egy példát, akkor mindig megnyomjátok azt az inventory-t, hogy rakja, például mondom én az én példámat, mindig megnyomom azt az inventory-t, hogy teem a shotit az első slotba, mert azt szoktam használni. Az SMG-t a második slotba, az AR-t a harmadik slotba. És most már nem fog ezt, vagyis nem tudom, nem kell megnyissam az inventory-t, amiután ez a beállítás bejön, miután ez az update bejön, nem kell megnyissam minden egyes alkalommal az inventory-t, hogy rendezzem el a cuccaimat, mert bám, már a beállításba már betettük, hogy a shotit az első szlotra, tehát SMG-t másodikra, AR-t harmadikra példa. Szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon hasznos beállítás, és írjátok le kommentbe, hogy ti is úgy gondoljátok-e, vagy sem. Szerintem early game-ben nagyon-nagyon hasznos, persze majd endgame-ig nem annyira fogod használni, hisz már nem nagyon veszel fel fegyót, vagy ha felveszel, akkor is replace-eled. Szóval szerintem nagyon hasznos early game-ben, nagyon-nagyon hasznos, 100%, szóval GG Epic, nagyon-nagyon jó teszed. Írjátok le kommentbe, lássam a véleményeteket erről, szerintem nagyon-nagyon hasznos. Illetve a második dolog, amiről szerettem beszélni, és nem hiszem, hogy hát nem tettem be a címbe, nem is fogom betenni, az, hogy a szuper hősök srácok megint ki vannak szedve kompetitívből, azaz mit jelent kompetitív aréna, illetve versenyek. Versenyekben vagy arénában nem mehetsz be szuperhős skinnel, vagy hogyha bemész szuperhős skinnel, akkor azt hiszem, hogy te fa leszel tán, vagy valami más skint ad neked, azt hiszem, ha jól tudom. Nem lehet tudni, hogy miért, szerintem valószínűleg túl OP újra, megint kaptak egy-két olyan dolgot, amik a szuperhősök pay to win-ek. Ebben a helyzetben, főleg arénában meg versenyben, PUBG-ben meg kit érdekli, érted? Nem tudom, hogyha tudtátok-e vagy sem, de szerettem volna ezt is elmondani nektek, hogy per pillanat az arénában ki vannak szedve, vissza fognak jönni majd, item shopba is ugyanúgy vissza fognak majd jönni, de majd szerintem kell kb. 2-3 hét, hogy visszakerüljenek. Szerintem, tippem szerint, nem tudom. Srácok, kb. Ennyi a mai videóval, csapasz szét azt a like-ot, iratkozz fel, még egyszer mondom, ha nem vagy feliratkozva, köszönöm szépen, és egy további szép napod legyen, szia!